Sziasztok, sziasztok, itt Vega Gina. Újra jövök egy kis videóval, megint ebből a könyvből jövök egy kis részlettel, szerintem nagyon elgondolkodtató. Azzal foglalkozik például, hogy mondjuk te egészségesnek tartod-e magad? Mit gondolsz a saját étkezésedről? Azt mondod, hogy te egy tudatosan étkező vagy, te már egészségesen étkezel, ha esetleg van rajtad túlsúly, akkor mennyire vagy tisztában ennek a mértékével, vagy egyáltalán ennek az egészségügyi vonatkozásával. Tehát, hogyha rajtad van túlsúly, akkor mégis azt mondod, hogy hát igen, van rajtam, de én egészséges vagyok, jól van ez így, vagy azt mondod, hogy hú, hát igen, tudom, hogy ez gáz, le kellene fogynom, hogy tutira egészséges maradjak. Kíváncsi lennék a ti véleményetekre ezzel kapcsolatban, úgyhogy ide kommenteljétek be, légy szíves, illetve már rég kértelek titeket erre, ha még nem iratkoztatok fel YouTube csatornámra, akkor most tegyétek meg mindenféleképpen, és mindenkit várok szeretettel Facebook és Instagram oldalamon is. Lassan újra jövök főzős videókkal is, ezzel nagyon el vagyok maradva, de hogyha Facebookon beköveted a Vega Gina oldalamat, akkor ott azért recepteket rendszeresen szoktam közölni. Szóval, miről is van szó? Nagyon érdekes. Igazából nem tudom, hogy ti hallottatok-e már olyanról, hogy tápanyag, IQ, ugye mindig beszélgetünk ilyen érzelmi intelligenciáról, meg hogy ki mennyire okos, meg ilyenek, és vajon létezik-e olyan, hogy tápanyag, IQ, mennyire vagyunk tisztában itt különböző fogalmakkal, és mondjuk mit valósítunk meg ebből, ha tisztában vagyunk vele például. Az uralkodó élelmiszer mítoszok nagyban hozzájárulnak a népességünk túlsúlyos voltához és sok ember rossz egészségéhez. Amerikában az életmóddal összefüggő betegségek a leggyakoribb halálokok. Hozzáteszem, hogy nem csak Amerikában, hanem szinte az egész világon. Erről is van egy Dr. Gregor videófeldolgozás a 15 vezető halálokról, ami összefüggésbe hozható a táplálkozásunkkal, az életmódunkkal. De ennek ellenére van egy 2011-es évi közvéleménykutatás, amely szerint az amerikaiak 90%-a úgy gondolja, hogy egészségesen táplálkozik. Ezen túlmenően a megkérdezett amerikaiak 43%-a számolt be arról, hogy naponta legalább egy pohár cukorral édesített italt fogyaszt. 40%-a elmondása szerint nagyjából mindent eszik, amit csak akar. A túlsúlyos és elhízott egyének 33%-a pedig egészségesnek ítéli a testsúlyát. Ez rávilágít a táplálkozással kapcsolatos tévhitekre, amelyben bővelkedik a társadalmunk. Az amerikaiak még nem értették meg a tápanyag sűrűség fogalmát és annak fontosságát a hosszú élettartam tekintetében. Az amerikaiak többsége nem érti, hogy az egészségük szempontjából a teljes növényi ételek a legjobb ételek. Ahelyett azt gondolják, hogy az alacsony zsírtartalmú vagy az alacsony szénhidrát tartalmú felirattal ellátott, feldolgozott élelmiszerek, mesterségesen édesített italok, tésztafélék, grillezett csirke és olívaolaj egészséges ételek. A test szöveteinek tápanyagsűrűsége arányos az étrend tápanyagsűrűségével. Na, nézzük ezt a kis részletet. És oké, hogy az amerikai példa, de szerintem pár százaléknyi eltéréssel, ha Magyarországon kérdeznénk meg az embereket, helyek közzel tutira ilyen eredményt kaptunk, hogy mondjuk az emberek 90%-a úgy gondolja, hogy egészségesen táplálkozik. Mert mondjuk Magyarországon mit jelent egészségesen táplálkozni? Rengeteg, ugye most főleg a TikTok őrület kapcsán látom, hogy ugye mindenki hangot ad a véleményének, amivel nincs is baj, csak azt látom mindenhol, hogy megmutatják az egészséges receptet. És én visszafogom magam, mert nem hiányzik nekem a konfrontáció tényleg, meg ezen már túl vagyok, hogy mindenhol, nem is a saját igazamról van szó, mert hát ez nem a saját igazam, hanem ez a tudományos eredmény, de hogy úgy megkérdezném, hogy mondjuk látok egy egészséges receptet, de ott van a hús, ott van a tojás, egy valak olajba süti ki az akármit, hogy most itt melyik részre gondoltál, hogy egészséges? Tehát, hogy igen, itt is azt gondolom, Magyarországon is az emberek 90%-a azt gondolja, hogy egészségesen táplálkozik.
Aztán a 43% az, aki naponta legalább egy pohár cukorral édesített italt fogyaszt. Ezt megkockáztatom, hogy lehet, hogy még nálunk még több is. A gyerekek keze tele van ugye az energiaitalokkal, ami persze más gondot is jelent, nem pont a cukortartalom a legnagyobb gond, de a mindenféle színes lötyik, üdítők, ezek a kész ájszteák, és akkor a teát is otthon is rengeteg cukorral kell inni, a kakaópor cukrozott, tehát az, hogy mindenki, tehát hogy 43% egy pohárnyi cukros italt fogyaszt, azt szerintem itt bőven meghaladná Magyarországon, hogyha megkérdeznénk az embereket. 40% elmondásuk nagyjából mindent teszik, amit csak akar, hát ez is biztos így van, és a túlsúlyos és elhízott egyének 33%-a egészségesnek ítéli a testcsúlyát. Ebben is biztos vagyok, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy jó, hát elhíztam, mert idősödtem, meg ezt örököltem, meg ilyen lelkiismeret nyugtató butaságok, de kevesen látják be azt, hogy ez sajnos egészségügyi problémákat fog okozni, rövid távon is, de hosszú távon mindenféleképpen, és még az életet is rövidíti, hogy... Azt látom, hogy inkább azzal foglalkoznak, hogy divat nem divat, és azért is megosztom, hogy nem is akarom, mert idegesítem magam, milyen posztokat látok, de nem tudom, miért idegesítem, mert mindenki ott rontja az életét, ahol tudja, de hát engem így szeret a párom, meg izé, ez nagyon szép és jó, csak majd amikor hordani kell az onkológiára, vagy valami baj van, akkor oda is ő fog hordani téged, tehát hogy nagyon oda kell figyelni. Bár ha megnéztétek az előző videómat a ketogénnel kapcsolatban, nagyon érdekes, hogy a ketogén diéta a mondjuk úgy, hogy normál testcsúlyú embereknél nagyobb galibát okoz, mint az elhízott egyéneken. Aztán amerikaiak nem értették meg a tápanyag sűrűség fogalmát és annak fontosságát. Hát én Magyarországon is azt látom, hogy megy ez a kalória deficit őrület. Én értem, persze figyeljetek oda a kalóriákra, hozzáteszem, hogyha átérsz a teljes értékű növényi étrendre, ott nincs kalória számolgatás, mert nincs szükség rá, nem kell kalóriákat nézegetni, és nem fogsz hízni. Szóval, hogy oké, hogy kalória deficit, meg figyelj oda a kalória mennyiségre, de hogy azt miért nem mondják el hozzá, hogy nem mindegy, hogy az a kalória mennyiség brokkoliból, almából, banánból, zöldségekből van, vagy mondjuk tésztából, krumpliból, feldolgozott élelmiszerből. Tehát, hogy a tápanyag sűrűség fogalmát is tök jó lenne tisztába tenni, de hát úgy ez sem annyira divat. És akkor ugye azt gondolják, hogy az alacsony zsírtartalmú, meg alacsony szénhidrát tartalmú felirattal ellátott feldolgozott élelmiszerek a menők, meg fogyitabletta, meg édesített ital, meg ilyen kutyafülék, ez mind szép és jó, lehet, hogy kezdetben ezt mindenki elhitte, de tudjátok mit, az az igazság, hogy lehet, hogy most is elhiszik sokan, vagy ha nem is hiszik el, könnyebb kivitelezni, mint életmódot váltani. Tehát sokkal könnyebb a polcról levenni. Jaj, de jó, a szénhidrát csökkentett. Igen, csak hogy azzal tisztába kell lenni, hogyha a szénhidrát csökkentett, akkor nagy valószínűséggel annak viszont nagyobb lesz a zsírtartalma. Tehát vannak ilyen buktatók, amikkel nincsenek tisztában az emberek, mert leragadnak ott, hogy úristen, szénhidrát csökkentett, zsír csökkentett, de jó, enyém, de jó lesz, fú, hogy odafigyelek meg, eszem a joghurtot, meg a... Tehát, hogy, nem tök felesleges, meg grillezett a csirke. Erről is készítettem már TikTok videót, aminek fú, hatalmas nagy botrány kerekedett a komment szekcióban, amikor azt mertem mondani, hogy a csirkemell hízlal, mert hogy a 20-30-40-50 évvel ezelőtti csirke hús zsírtartalma töredéke volt annak, ami a mai napon igaz. És aztán feltettem egy újabb TikTok videót, amikor oda tettem a tanulmányt, érdekes módon ott senkit nem érdekelt, hogy aztán neki kezdjen morogni. Persze gondolom, pont annyian nézték meg a tanulmányt, mint amennyire én gondolom, hogy neki estek. Szóval igazából ennyi a tápanyag IQ, úgyhogy mindenki gondolkodjon el azon, hogy ő mit tart egészséges táplálkozásnak, behódol-e inkább valami őrületnek,
szívesebben megveszi a táplálékkiegészítőket, és hozzáteszem, nincs szükségünk a táplálékkiegészítőkre. Számtalan tanulmány van arra vonatkozóan, hogy tök felesleges pénzkidobás, nincs szükség rá, tehát kell a életben kell tartani ezt az üzletágat, persze juhéj, egyrészt a gyárakat, másrészt a terjesztőket, de ha teljesen egészséges akarsz lenni, akkor teljes értékű növényi étrend táplálékkiegészítés nélkül. Nincs szükség plusz fehérjére, lehet, hogy egy aktívan, egy élsportoló az ugye más kategória, de azt hiszem, hogy ez a kevesebb embert érint ez a probléma. Inkább mi kis hétköznapi emberek mit nem is értem, mit rúgóznak a fehérje szükségleten, tehát hogy ugyan már. Szóval érdekes tápanyag IQ-n elgondolkodni, hogy ki mit tud, mit gondol erről az egészről. Ha van véleményetek, akkor természetesen várom a videó alatt, és akár beszélgessünk róla. Szóval megint innen hoztam ezt a kis gondolatébresztést. Legyen gyönyörű napotok, sziasztok!